Hello, sziasztok! Köszöntelek benneteket a csatornámon. Megérkezett az újabb adag Jim Beam rendelésem. Gondolom már sokan várjátok, hogy miket sikerült itt összeválogatnom. Mutatom is! Képzeljétek el, megint rendeltem súlyzót. Mivel múltkor már 12-est rendeltem, ezért gondoltam, mivel 15-ösünk van, legyen 18-as. Hát 18-as nincsen, úgyhogy 20-ast rendeltem, lányok legnagyobb örömére. Már egyből tudták, hogy mi lesz a sorsuk. Sétakitöréstől kezdve bolgárkitörésen át, kehelygugolás, fűrészelés, egy-két lány meg én is, ugye azért a váltónyomást is tudunk egy pár darabot csinálni vele, úgyhogy ezt figyeljétek. Jó kis hexagon súlyzó, és ami a legjobban tetszik nekem, hogy benne van a Jim Beam felirat, szerintem tök exkluzív, meg szupi, és nagyon jó fogása van egyébként. Azért 20 kg az már nem rossz. Nyilván nem oldalemeléshez fogjuk használni, úgyhogy egy párat rendeltem. Rendeltem néhány ruhát, viszont ebben van egy kis érdekesség. Most először rendeltem férfi pólót magamnak. Gondoltam, megnézem, hogy milyen, mert tök tetszik, amikor ilyen gyúrós csajokon van nagyobb póló, és akkor rövid nadrággal. Aztán lehet, hogy nem lesz rám elég nagy embert rendelte. Mindjárt megnézzük, jó? Vagy milyen? Remélem, hogy egy picit ilyen oversized hatása lesz. Hát, ja, de, jó lesz ez, jó lesz ez. Szerintem, mennyire látszik. Ja, de jó lesz. Hú, tök jól néz ki. Tök jól néz ki. Nagyon tetszik. Na, nagyon tetszik. És egyébként én azt hiszem, hogy az újdonság rovadban találtam, vagy újdonság fülnél, vagy nem tudom. Tök jó, amúgy tényleg ez férfi pólóknál keressétek, hogyha tetszik. Azt hiszem három színben van, de nekem ez a homokszín, ez nagyon bejött ezzel a narancsárga felirattal. Szerintem tök buli. Aztán rendeltem még rucit. Biztos láttátok rajtam azt a vadonatúj korallszínű szettet. És annyira megtetszett, mert ugye nekem ahhoz legging van, sportmeltartó és melegítő felső, hogy megrendeltem hozzá a melegítő nadrágot is. Iszonyat jó anyaga is van, meg színe is. Egyébként ez egy kicsit ilyen, nem is tudom, tovább anyagú, mint ezek a színes melegítői, meg más a fazonja. Tudom, mennyire látjátok. Beleugorja, beleugrok. Na, egy fene, beleugrok. Beleugrok, van itt minden kutya füle, atya jó ég. No. Ó, cipzáras az oldala alul. Tök jó. Na, nézzük így. Bocsánat a szemétért, de három csomagunk érkezett, mert ugye vendégek is rendeltek ezt-azt. Úgyhogy van itt minden. Na, ilyen a Naci. Ezt elveszünk. Egy seb. Aha. Egy sebecske. Na, ilyen a Latika. Szerintem ez a szín, ez isteni. Isteni jó ez a szín. És még ami érdekesség, hogy elkezdtem a nyárra készülni, úgyhogy néztem egy jó kis rövidnadrágot. Van nekem egy ilyen vízpinkes rövidnadcím, ami nem ez a biciklis nadrág fazon, hanem egy kicsit lazán, és találtam ehhez a különben pont abban a melegítő felsőbe jöttem. Emlékeztek erre a kis fagyi rózsaszínre? No, és ehhez a színhez van rövid nadrág, de nekem ugye eddig még nem volt. Úgyhogy mutatom. M-est rendeltem, baromira remélem, hogy jó lesz. Ez a kis tök szupi. Hát, föl tudom venni a leggingemre, de hogy ez hogy néz így ki? Már a fiúk úgy szokták. Hát főleg, amelyiknek nincs lába. Bocsi, de ezt nem lehetett kiadni. Szóval a lábatlan fiúk szeretik általában. Ó, hát én pont eltaláltam a méretet. Hú, de jó. Na,
Szóval én lábnapon nagyon szeretem a rövid nadrágot, főleg mióta térdvédőzök. Ugye az nem olyan régóta történt, de jó kis gymbimes térdvédő, térdszorító, és akkor könnyebb felvenni, mint hogyha a leggingre akarom ráaggatni. Na, tehát azért mutatom, hogy ebben a nadrágban van egy ilyen extra bélés, semmiképp se látszon át, meg még puhább is egyébként, mint a nadrágnak az anyaga. Na, ennyit a divat bemutatóról. Mutatom még, miket rendeltem. Egyébként elfogyott az összes létező kenceficém, úgyhogy most azokkal kezdeném. Lehet, hogy egy picit közelebb jövök hozzátok. Így. No, mutatom. Jó kis magyaróvaj. Ez a klasszikus, de tudjátok, én a crunchy verzióját szeretem, ez 900 grammos, és sima magyaróvaj. Semmi, se cukrozva nincsen semmi, úgyhogy nagyon-nagyon jól széleskörűen felhasználható, hogy úgy mondjam. Én rizskásába szeretem a legjobban, de nagyon sok ilyen proteines édességbe használom, amit én készítek. Aztán, ami nagyon-nagyon megragadta itt nekem a ízlelő bimbóimat, ez, amit egyszer kaptam ugye karácsony előtt a gymbimesektől, ez a karácsonyi kiadású fahéjas tekercsízű kesuvaj, és az a szerencse, hogy egy az, hogy most a tavaszi akcióban le van árazva, azt hiszem 1890-re, brutál jó ára van, viszont még mindig kapható. Úgyhogy én nem tudom, hogy meddig gyártják, de amíg van, én tudja, hogy veszek, nagyon szeretem. És ez nekem úgy jött be a legjobban, hogy a rizskásába körtét teszek, és arra rá ezt, tehát egy-két kanállal, úristen, nagyon finom. Aztán magvaj még, ez tudjátok, ezt már mutogattam egy csomószor, ez az a magyaróvaj, amelyik ilyen karamellás fehércsokis. Ezt nagyon szeretem, viszont ezzel az a legnagyobb problémám, hogy én ezt képes vagyok kanállal is eleszegetni, sőt, a legnagyobb trükköm, ami nem éppen diétás, de iszonyatos finom, hogy szórok bele ilyen natúrmagokat. Tudjátok, ami ilyen keverékben van, mandula, dió, kesú, dió, magyaró, ilyesmi. És akkor így kanállal így bele. Nagyon finom, nagyon szeretem. Aztán, ami még ilyen kenő, ezt egyszerre fogom nektek mutatni, ezek a fehérjés krémek. Ugye az egyik magyarókrém, a másik pedig ilyen, hát ilyen fehércsoki ízű krém. Ezeket nagyrészt palacsintába szoktam használni, amikor zabpalacsintát készítek, akkor ugye ezzel szoktam megkenni, és ez a kedvenc, ez a fehér csokízű. Isteni finom! Ami újdonság, és én még nem láttam korábban, ezek a Protein Crispies néven fut. Én azt hiszem, hogy puffasztott valami. Talán puffasztott rizs, vagy valami ilyesmi van csokiba mártva, és ilyen proteinnel dúsított, hogy úgy mondjam. Kíváncsi leszek rá, szerintem ez ilyen zapkására, rizskására, tudja, hogy nagyon finom. Tehát elég sok van benne egyébként. Azt nézem, hogy hány grammos, 190 grammos, de ma tényleg nagyon sok van benne. Na és itt van, ami még eddig nem volt, legalábbis én nem tudtam róla, ezt is az újdonságoknál néztem. Light majonéz. Nem tudom, mostanában én annyira kívánom így a kaják mellé valamit, és nem tudom, már nagyon jó ideje nem veszegetem, mert kiderült, hogy allergiás vagyok a mustármagra. A ketchup az meg úgy szar, ahogy van, szerintem azok annyira szintetikusak, hogy félelmetes. Úgyhogy ez pedig ide van írva, hogy eredeti majonéz, tehát biztos vagyok benne, hogy ez nagyon magas tápanyagtartalma, tehát nincs tele mindenféle E-betűs pikulával, és light verzió, úgyhogy azt fogom csinálni, hogy meg fogom kóstolni valamilyen reggelihez, vagy ilyesmihez, és akkor Insta story-ba majd írom, hogy milyen, de hát gondolom, hogy finom. Na, pont elfogyott mind a két olajsprém, úgyhogy egyszerre rendeltem a kókuszost és az olivást. A kókuszolajas olajsprét azt általában palacsinta alá szoktam használni, biztos, hogy láthattok már sokszor nálam, amikor sima zapalacsintát készítek, akkor ugye ezt. Viszont ilyen tojás, meg húsételek alá én ezt a olivásat szoktam, és új csomagolásom van egyébként.
nagyon gazdaságos, kiszedett, nagyon sokáig elég. Amit még soha nem rendeltem, de most legalább egy nem is hány csomag van, itt 3-6 mexikói tonhal saláta, Jim Beam-es saját márkás, én eddig csak ezt a riósat nyomattam, tudjátok melyik az. Őrület drága most már, úgyhogy ennek marha jó ára van egyébként. És gondolom, mivel mexikói ilyen bab lehet benne, kukorica. Vörös bab, kukorica, repce, olaj. Ó, répa, paprika, starch, az nem tudom mi. És akkor még fűszerek. Baromira kíváncsi leszek. Én ezeket egyébként általában vagy vacsorára, vagy reggelire szoktam, akkor szeretem enni, de már jó rég nem ettem, úgyhogy most ideje rá visszaszokni, úgy érzem. Mit nem mondtam még? Tudjátok ezt. Gyömbér, kurkuma, kapszula. Aki szereti a, vagy mondjam, a természet adta patikát, az nagyon szereti a gyömbér kurkuma áldásos hatásait, én immunrendszer erősítésére szoktam fogyasztani, tehát nem kell érezni tőle semmit, csak azt, hogy egészségesek és erősek vagyunk, erős a szervezetünk. Kalcium, most hogy kipont a kalcium, úgyhogy rendeltem egy dobozzal, ez ugye a csontok, elsősorban a csontok egészségéért felel. Aztán rendeltem hialuron kapszulát, a hialuron az pedig a bőr, haj, körmök, ízületek, szalagok. Nagyon-nagyon-nagyon jó kis történet. Főleg aki már kezd öregedni, mint én, annak nem árt a hialuron, de egyébként szerintem az ízületek védelme érdekében is jó, ha szedjük. Annyit kell tudni a hialuronról, hogy az önmagában azért nem elég, tehát érdemes a folyadékbevitelt növelni, a vizet, és akkor így együtt tökéletesen működik a dolog. Rendeltem megint alfa-mél tesztoszteron szint fokozót, amit ugye az erősítő edző, edzést végző embereknek szerintem én azt mondom, hogy nyugodt szívvel ajánlom, nincsenek mellékhatásai, nem kell tőle félni, szerintem olyan 3 havi ciklusokban érdemes ezt fogyasztani, nem kötelező, viszont ugye megint megyek ősszel színpadra, úgyhogy én úgy érzem, hogy egy kicsit megdobom ezzel is a teljesítményt. Izomtömeg növelésnél szerintem mindenképpen ad némi pluszt az erőnek a növekedését, és ezáltal ugye az izmok növekedését is elősegíti. És nagyon rég nem rendeltem, de úgy megkívántam mostanában a pizzát, úgyhogy van ez a protein pizza pora a Jim Beam-nek, és én általában ezt a sajtos zöldfűszeres ízesítést szoktam, vízzel kell elkeverni, és kész is a tészta, szépen leszoktam kenni, és akkor mehet rá mindenféle paradicsomszósz, zöldfűszerek, sajt, sonka, gomba, kivit szeret, kukorica, brokkoli, úgyhogy határa csillagos ég, ki hogy szereti a pizzát. Hát ennyi lettem volna mára, köszönöm szépen a figyelmeteket, azt tudjátok ugye, hogy egy az, hogy még tart a tavaszi akció, tehát nagyon-nagyon sok termék le van árazva a Jim Beam-nél, viszont a saját márkás termékekre, amik nem akciósak, hogyha használjátok a GINA 5 kódot, ugye az én személyes kódomat, akkor 5%-ot levonnak nektek a végösszegből, vagy legalábbis ugye azoknak a termékeknek az árából, amik teljes árasak. Úgyhogy nézzetek szét a webshopba, én csak ajánlani tudom. Én is alig bírtam választani, de aztán végül sikerült mindenfélét összeválogatnom. Remélem, hogy tetszett, remélem informatív volt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szép napot kívánok, sziasztok!